Todd Samson vagyok, kalandor és kísérleti nyúl. Mindjárt kidobom a tarcsot. Útra keltem, hogy felkutassam a bolygó legkülönlegesebb embereit. Nem semmi edzés. Hogy megtudjam, mit tanulhatnánk tőlük. Atya ég, micsoda tűz! Ennek érdekében elmerülök a világukban. Szinte tapintható a feszültség. Miközben a tudományt is segítségül hívom. Sorozatunk megmutatja, milyen lehetőségek rejlenek bennünk. Hogy bebizonyíthassuk, az elme és a test szinte bármire képes. A mai részben belépek a harcművészetek ősi világába, hogy egy kung fu mestertől tanulhassak. Fejlesztem az ügyességemet, a koordinációmat, az egyensúlyérzékemet, a gyorsaságomat és az erőmet. Ezek a gyakorlatok bárkit hozzásegíthetnek az egészségesebb élethez. Mindent a szórakozásért. A mestert azonban nem csak a harci képességeimmel kell meggyőznöm, hanem a jellememmel és az elhivatottságommal is. A tűrőképesség határai. A kung fu mesterei. Már gyerekként is teljesen lenyűgözött a kung fu. Bruce Lee volt az egyik hősöm, és ámulva néztem, ahogy ezek az emberek kardoznak és felszaladnak a falakra. Egy álmom vált valóra, hogy velük edzhetek. A kung fu, amelyet egykor a kínai hadsereg is alkalmazott, több mint 3000 éves múltra tekint vissza. Ma 3 millió kínai foglalkozik a kung fuval, akik közül sokan egyfajta életmódnak tekintik. Aki a kung fu legősibb formáját akarja elsajátítani, annak egy tradicionális kung fu akadémián kell tanulnia. Hubei tartományba érkeztem, ahol a Wudang-hegység 72 csúcsa ködbe és legendákba burkolódzik. A kínaiak számára ez egy zarándokhely. A templomok, amelyeket felkeresnek, több mint 600 évesek. A hegyekben található a Wudang Kung Fu Akadémia is, amelyet a 15. generációs kung fu harcos Chen Shexing mester vezet. Üdvözlöm! Megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Kövessen! Az itteni 80 tanuló a kung fu-nak egy olyan változatát tanulja, amely a taoizmuson, az emberek és a természet közötti kapcsolatot erősítő filozófián alapszik. Mindannyian ugyanazzal a szándékkal jöttek ide. Jobb emberré akarnak válni. Ahogy a kevert harcművészet egyre nagyobb teret nyer a sportok világában, sokan elkezdték megkérdőjelezni a hagyományos harcművészetek jelentőségét. A kung fu azonban nem csak harcművészet, hanem az elme és a lélek egyesülése is. A múltban az... Csak úgy tanulhatok a mestertől, ha betartom az akadémia szigorú szabályait. Nincs hangos zene, se alkohol, és mindig hordanom kell az egyenruhát, amelyet az akadémia egyik tanítója, Yu Dongfang ad át nekem. Tessék a ruhája, öltözzen át. Köszönöm. A kung fu valódi elsajátítására egy élet is kevés volna, én viszont csak 2 hétig maradok. Ez idő alatt megkísérlek egy sor próbát, amelyek fegyelmet, precizitást és higgadt lélek jelenlétet igényelnek. A mestert azonban nem csak a harci képességeimmel kell meggyőznöm, hanem a harcművészetemmel is, amely sokkal inkább művészet, mint harc. Remélem, képes lesz leküzdeni a korlátait, hogy a legjobb formáját hozhassa a próbákon. Mielőtt belevágnék, előbb meg kell tanulnom a kung fu egyik legfontosabb és egyben legrejtélyesebb alapelvét, a chi-t. Erre Chen Chenghu fog megtanítani. A chi-t sokféleképp lehet leírni, de talán az életerő lenne rá a legjobb kifejezés. Elég fontos része a kung fu-nak.
Ez az az energia, amelyet uralni próbálnak, hogy felhasználhassák a mozdulatokhoz. Ennek köszönhetően bírják ki a komoly csapásokat. A csí valahol itt összpontosul. A csí összpontosítását mély hasi légzéssel érik el, amely fókuszálja a test belső erejét. Bemutatom, hogyan kell csinálni. Hasból kell belélegezni. Méghozzá jó mélyen. Düllessze ki a hasát és lazítsa el a testét. Ezután vegyen egy mély lélegzetet és szívja be a csít a hasába, amíg el nem telik vele. Hallgassa meg a hasamat. Na hát, hallok valamit. Ez hihetetlen. Hallottam a lefelé áramló levegőt, és azt is, amikor leért. A tudomány még mindig kutatja, hogy miként működik a csí. A kungfu mesterek azonban azt állítják, hogy a mély belégzés erősíti az izmokat, és kiegyenlíti a belső nyomást. Az eredmény egy aféle belső pajzs lesz. Az erőltetett légzés megfeszíti az izmokat, beleértve a farizmokat is. Ezzel nyomjuk ki a testünkből a csít, azaz azt az energiát, amelyet addig gyűjtöttünk. Kissé furának tűnik, de tényleg úgy érzem, mintha valami áramlana bennem. És most lassan fújja ki. Egy kissé... megszédültem, mintha hiperventillálnék. Chen egy tömött homokzsákkal akarja ellenőrizni, hogy milyen erős a belső pajzsom. Ezzel fognak megütni. Túl közel! Túl közel az ágyékomhoz! Oké. Ezt a gyakorlatot nem ajánlatos evés után megpróbálni. Rendben. Ez volt a bemelegítés? Egy pillanat, csak összeszedem magam. Habár igyekszem tartani magamat, még a fogaim is belerezeknek az ütésekbe. Azta! Ideje, hogy a profik is próbára tegyék a csít. Jó sok fa. A mester Chen hátán fogja eltörni ezeket a rudakat. A sporttudósok szerint a csí hasonlóan működhet az úgynevezett flowhoz. A világ legjobb sportolói között vannak, akik képesek megragadni az úgynevezett flow állapotot. Úgy kell elképzelni, mintha aféle transzba esnének, hogy csak a teljesítményükre koncentráljanak. A kungfu mesterek is így képesek elképesztő dolgokat véghez vinni és eltűrni a fájdalmat. Chen csapás tűrésére azonban fizikai magyarázat is van. Elég összetett dologról van szó. Először is, a csontok sokkal rugalmasabbak, mint gondolnánk. Igaz, hogy a külső részük merev, de a belső szivacsos rétegük valamennyire ruganyossá teszi őket. Másodszor, itt van a csapás sebessége. A rúd az ellenállás ereje miatt hajlani fog, akár csak Chen háta. De mivel Chen háta rugalmasabb, mint a rúd, ezért a fa fog eltörni. Legalábbis elméletben. Végül pedig itt van maga a mester, akinek magabiztosan kell csapnia a rúddal, hogy az tényleg eltörjön. Elég vastag ez a rúd. Kissé aggódom az épsége miatt. Figyelem, amennyiben önök nem tapasztalt kungfu harcosok, ezt semmiképp se próbálják meg. Mi profik vagyunk, akik erre edzenek. Egy ilyen ütés meg is ölhet egy gyakorlatlan embert. Bocsánat, ez egy ilyen ütés meg is ölhet egy gyakorlatlan embert.
Ez a rúd elképesztően nehéz. Mégis ketté tört a hátán. Teljesen megdöbbentem. Minden rendben? Igen, igen. Semmiség. Semmiség? Ilyen a csí. Nem fájt. Aki uralja a csít, annak nem lesz baja. Nem fájt? Nem. Nekem nézni is fájt. Csak a belső erőmmel tudtam eltörni rajta. Egy nagyobbal is megpróbálják? Igen. El sem hiszem, hogy Chen egy nagyobb rúddal is megpróbálja. Itt felemelni is nehéz. Ha. Elég vastag ez a rúd. Nehéz lesz erősen csapni vele. Biztos, hogy meg akarod próbálni? Igen, biztos. Nem lesz könnyű. Még nekem sem. Most lett csak igazán nehéz a próba. El sem hiszem, hogy Chen talpon maradt. Tenni akarnak még egy próbát, de nem akarom, hogy Chen megsérüljön a film kedvéért. Nem kell megismételni. Csak még egyszer. Rendben, rendben. A tiltakozásom ellenére sem tágítanak. Megpróbálja? Én? Ezzel? Csak gyengén. Azta! A kungfu harcosoknak rendkívüli egyensúlyérzékük van, amelyet sok gyakorlással érnek el. Mindkét láb egyforma. Először a bal lábat emeljük. Térdet fel. Tart, tart. Felsőtest egyenes. Hunyjátok le a szemeteket, és próbáljátok érezni az egyensúlyt. Az egyensúly a taoista kungfu egyik legfontosabb alapeleme. Sokféle kép lehet edzeni, de mindennek a jó egyensúly az alapja. Ha belegondolunk, az is csoda, hogy egyáltalán tudunk egyensúlyozni. Alig 6 millió éve kezdtünk csak el két lábon járni, és ez merőben megváltoztatta az egyensúly központunkat. Habár maga az egyensúlyozás ösztönös cselekedet, valójában három testrendszer közös munkáját takarja. Hihetetlenül komplex és kifinomult egyensúlyi rendszerünk van, amely három csatornán keresztül kapja az információkat. Először is a szemünkön keresztül. Összpontosítanunk kell a szemeinkkel, hogy egyenesek maradjunk, és hogy tudjuk, hol vagyunk. Aztán itt van a szomatoszenzoros rendszer, azaz az érintés. A lábam érinti a földet, így segíti a testhelyzetem korrigálását. Végül pedig a belső fülünkben ott van az egyensúlyszervünk, amelyet öt aprócska szerv alkot. Ez az öt szerv öt különböző irányú mozgást érzékel. Ezek az információk a központi idegrendszerbe eljutva kiváltják az egyensúlyozást, vagy annak hiányát. Ha a szemünket behunyva kizárjuk az egyik információforrásunkat, az agyunk nehezebben tud korrigálni. Azért imbolygunk, mert az agyunk különféle izomkombinációkat váltogat, hogy egyenesen tartson minket. Egész jó egyensúlyfejlesztő gyakorlat. Aki nem tudja legalább 30 másodpercig felemelve tartani az egyik lábát, nem árt, ha elkezdi fejleszteni az egyensúlyát.
A kungfu harcosoknak rendkívüli egyensúlyérzékük van, mert az edzések során tökélyre fejlesztették az idegi és az érzéki utak közti összhangot. Ezt mi is fejleszthetjük, ha hasonló gyakorlatokat végzünk. A tanulók egyszerű, alacsony fehérje tartalmú, de magas szénhidrát tartalmú étrendet követnek. Semmi extra, de a célnak megfelel. Ma a 11 éves Shi Yatanggal fogok ebédelni. Mióta tanulsz itt? Már 2 éve. 2 éve? Igen. És meddig fogsz itt maradni? Elég sokáig. Ha nem megyek visszatanulni az iskolába, akkor akár 17-18 éves koromig is itt maradhatok. Shi évente csak egyszer látogat haza, hogy meglátogathassa a szüleit. Miért tanulsz kungfuzni? Mert apa és anya nagyon szeretik a kungfut, ezért ide küldtek, hogy tanuljak. Ők is kungfuznak? Apa a különleges erőknél szolgál. A különleges erőknél? Mi leszel, ha nagy leszel? Katonának szeretnék állni. Mint az apukád? Igen. Shihez hasonlóan a többi itt tanulónak is nagy tervei vannak. Kínában a kungfut nagy tisztelet övezi, a végzősök előtt pedig nyitva áll a katonaság, a filmszakma és a saját iskola alapításának lehetősége is. Mit szeretsz a kungfuban? Nos... Hogy később meg tudom majd védeni magamat, és másokon is segíthetek. Elég kemény életnek tűnik egy 11 éves fiú számára, de itt mindenki nagyon komolyan veszi a kungfut. Van barátnőd? Nincs. Nincs? Értem. Egyelőre ne foglalkozz a lányokkal, hanem koncentrálj a kungfura. Köszönöm. Ebéd után a mester bemutat egy kis egyensúly demonstrációt, amit ő csak könnyedtes gyakorlatnak hív. Megpróbál átfutni a hátunkon. Kicsit előrébb, Todd! Nekünk közben mozdulatlannak kell maradnunk. Ha nem vagyok stabil, nem tud elrugaszkodni rólam. Maradjatok, amíg nem szólok, hogy elég. Ez a gyakorlat csak profiknak való, mert a gyakorlatlanok könnyen megsérülhetnek. Nem is tudom, ki van nagyobb veszélyben, a mester, vagy inkább mi. Kész? Mindenit. Nem tudom, hogy festett, de tudom, milyennek érződött. Átrepült rajtunk. Szerintem maradt rajtam egy lábnyom. Lehet, hogy ez könnyű testedzés, de a mester azért nem volt könnyű. A következő próbám egy olyan technika lesz, amely az erőre összpontosít. Yu Dongfang bemutatja nekem a lovagló állást. Valószínűleg könnyebbnek tűnik, mint amilyen. A lábaim szó szerint égnek, a csípőm pedig kezd beállni. Ahogy öregszünk, egyes főbbizmaink merevebbek lesznek, így nem könnyű ilyen pozíciót felvenni. Mindkét lábam ég. Aztá! Most pedig egy botot kell a combunkon egyensúlyoznunk. Nézzék, milyen mélyre ül. Próbálja. Rendben. Ironikus, hogy még mindig szenvedek attól a csípősérüléstől, amit az előző évad ketrec harcos részében szereztem. Nem marad rajtam. Megmutatná újra? Good.
Alig pár perce csinálom, de a combom már most kezdi felmondani a szolgálatot. Többet kell gyakorolni, hogy megerősödjenek a lábai. A tanulók számára minden este 7-kor van a takarodó. Annyit már biztosan megtanultam a kungfu harcosoktól, hogy nem blitzelik el az alvást. Napközben ejtőznek, este pedig korán lefekszenek. Ugyanakkor másnap korán is kelnek. Otthon, édes otthon. A szobatársaim, Xi, és a barátja, Cui. Miért kezdtél kungfuzni? Sokat néztem a tévében a kungfu filmeket, és nagyon megszerettem a kungfut. Tudja, kicsoda Jackie Chan? Persze, imádom Jackie Chant. Elképesztő fickó. Mindig dokumentumfilmeket forgat. Az elmúlt 8 évben sok dokumentumfilmet készítettem a világ különböző tájain, különféle emberekkel. Biztos fárasztó lehet. Jól van, mivel 5:30-kor kelünk, jobb lesz, ha aludni térünk. Jó ét! Jó ét! Nos, tudom, hogy ezek a harcművészek sok mindenben jeleskednek, de a matracok nem az erősségük. Biztos ettől ilyen kemények. Ugyanis itt nincs matrac. Olyan, mintha engem bámul. Aludni kell! Próbálok, de te folyton bámulsz. Lehet, hogy ez mégis matrac. Csak épp olyan kemény, mint ők. Olyan fáradt vagyok, hogy egy kövön is el tudnék aludni. Ez is olyan, mint egy kő. Abba hagynád, kérlek? Mintha a gyerekeimmel lennék egy szobában. Odakint ugat a kutya, ő meg fentről fintorog rám. Hosszú éjszaka lesz. A kungfu mestereket egy ősi életmód védelmezőinek tekintik. Szemeket behunyni. Nagy különbség van a kínai kungfu és a külföldi kungfu között. A kínai kungfuban ugyanis több az életfilozófia. A kungfu mesterek évszázadokon át önmaguk felfedezésére és a spirituális gyarapodásra használták a harcművészeteket. A taoisták a spirituális stabilitás és a nem cselekvés elvét követik. Nem harcolnak a külvilággal, hanem elvonulnak a hegyekbe, hogy képezzék magukat. A meditáció azon részeit fejleszti az agynak, amelyek az érzelmi szabályozásért, a pozitív érzésekért és az önkontrollért felelősek. Lépjen ki bal lábbal, és vegyen fel válszélles állást. És fel. A tai chi a féle mozgó meditáció, amely fejleszti a koordinációt és az önkontrollt. Könnyű vagy nehéz? Nehéz. Zhang Xuan egyike az akadémia néhány női tanulójának, aki felajánlotta, hogy segít nekem a felkészülésben. Mióta foglalkozik kungfuval? 2 éve. 2 éve. Zheng otthagyta a nővéri állást, mert szerinte a kungfu többet tehet az egészségért. Fejleszti a testet és egészségesen tart. Az edzett test jobb közérzetet biztosít, és a betegségekkel szemben is ellenállóbb. Hogyan fejlődött az elméje, amióta itt van? Mielőtt idejöttem, nagyon rosszul kezeltem a stresszt és a kapkodós helyzeteket. Az akadémián azonban megtanultam, hogyan kell nyugodtan gondolkodni. A kungfuban több hagyományos fegyvert is használnak. 1, 2...
A kard gyakorlat a koordinációt és a precizitást fejleszti, és akár a legtöbb gyakorlat sok türelmet igényel. Maga a kung fu szó is azt jelenti, hogy kemény munka árán megszerzett tudás. Nem könnyű rövid idő alatt elsajátítani egy ilyen bonyolult mozdulatsort. A másik lábbal is. Egyes tudósok szerint azonban az agyunknak van egy csaló funkciója, ami nagyban segíti az emberek tanulását. Az agyunkban olyan idegsejtek is vannak, amelyeket mozgató neuronoknak hívunk. Akkor aktivizálódnak, amikor cselekszünk, és ezeknek a neuronoknak a 20%-át hívjuk tükörneuronoknak. Ezek nem akkor aktiválódnak, amikor cselekszünk, hanem amikor megfigyelünk egy cselekvést. Ez felgyorsítja a tanulást. A tudósok még mindig kutatják a tükörneuronokat, de egyesek szerint nagy szerepet játszottak az evolúciónkban. Ha megnézzük az emberi kultúra fejlődését, észrevehetjük, hogy 75 ezer évvel ezelőtt valami drasztikus dolog történt. A szerszámkészítés és a nyelvek fejlődése hirtelen nagyot ugrott, ami egyes tudósok szerint a tükörneuronoknak köszönhető. Aha, és fordulás. Leesik a cipőm. Igen. Értem. És most? Értem. Az én tükörneuronjaimnak azonban még van hová fejlődniük. 6, 7. Mindenkinek más-más fegyver áll kézre. Tehát más-más fegyvernemben vagyunk ügyesebbek. Szerintem... Todd sokkal ügyesebb lenne a bottal, mint a karddal. Az egyensúly, az erő és a koordinációs gyakorlatok után a mester elérkezettnek látja az időt a botos gyakorláshoz. A bottal való gyakorlás a gyakorlati harcot hangsúlyozza ki. A fém és a kőhegyű lándzsák feltalálása előtt az ősi emberek botot használtak a harchoz és a vadászathoz. Igen, és hátra lépünk. Igen, úgy. Pillanat, elnézést. Lassú volt. Lassú, rendben. Értem. A 2 méter hosszú bottal messzire el lehet érni. Nagy előnyt jelent, hogy úgy támadhatunk, hogy az ellenfél nem tud visszaütni, de ehhez villámgyors reflexekre van szükség. Most rajtam a sor. Ó, hogy ugrani kell. Vannak ütések, amelyek betalálnak, de bírni kell a fájdalmat. Egyszerűnek tűnhet, de a botok nehezek, a fájdalom pedig valós. Ezt kihagynám. Au! Nem hiszem, hogy értették, amit az előbb mondtam. Tényleg nem szeretném, hogy hátba vágjanak a bottal. Még mindig nem heverte ki. Tudom, hogy kemény fickó, de nézzék, hogy lóg a karja. A botok akár 1250 kg súlyerővel is lecsaphatnak. Ez 3-szor erősebb egy profi boxoló ütésénél. Mindjárt én is megtapasztalom. Oké, ez fejen talált. Okay. Jól van? Jól, nincs gond. Vérzek? Nem.
Lehetne kicsit lassabban? Hogy ne kapjak be több ütést, javítanom kell a reakcióidőmön. Egy átlagos ember 530 millisekundum alatt képes reagálni egy támadásra, de a kung fu mesterek reakció ideje 20%-kal gyorsabb. Ez az előérzet teszi lehetővé a kung fu mesterek számára, hogy villámgyorsan reagáljanak. Azért ismételjük a gyakorlatokat, hogy fejlesszük az egyén reakció idejét. A jó hír, hogy a reakcióidőt könnyű fejleszteni. Az egész csak gyakorlás kérdése. A rossz hír, hogy esik. Igaz, hogy esik, de akkor is folytatnia kell a gyakorlást, mert még nem jó a koordinációja. Most kezdem csak érezni a nyomást. Korábban sosem használtam botot, és egyáltalán nem könnyű forgatni. Már egyetlen hiba is elég ahhoz, hogy az ember eltörje az ujját, vagy betörjön a feje. Folytatnom kell a gyakorlást. A kung fu nem csak a fizikai edzésről szól. Az itteniek idejük nagy részét a taoizmus természetén való elmélkedéssel töltik. A 2000 évvel ezelőtt Kínában kialakult taoizmus olyan vallási és filozófiai irányzat, amely mély spirituális kapcsolatot akar kiépíteni a természetes világgal. A cél egy egyszerű élet, amely békén, figyelmen és alázatosságon alapszik. A tanulók hetente egyszer kitakarítják az egész helyet. Megkérdeztem a mestert, hogy miért takarítanak ennyit, amikor nincs is nagy kosz, mire azt válaszolta, takarítás közben a gondolatok is kitisztulnak. A végső próbatétel előtt még meg kell birkóznom egy igencsak baljósnak tetsző gödörrel. Hogy megtanuljam elkerülni a támadásokat, fejlesztenem kell az izmaimban rejlő robbanékonyságot. Kész koordináció, fel és le. Közben ügyelni kell a légzésre. A többieket elnézve olyan könnyűnek tűnik. A békákat utánozzuk, amelyek nagyot tudnak ugrani. Őket utánozva igyekszünk erősíteni a lábainkat. Ez elég mély. Lássuk, hogy megy. Jól van. Újra. Jó. Nem könnyű. Újra megpróbálom. Az ugrással a gyors összehúzódású izomrostokat dolgoztatjuk meg. Kétfajta izomrostunk van, gyors és lassú összehúzódású. A lassú összehúzódású izomrostokat használjuk a mindennapi tevékenységekhez, mint amilyen például a járás. A gyors összehúzódású rostokat pedig úgy fejleszthetjük, ha ehhez hasonló gyakorlatokat végzünk. A gyors összehúzódású izomrostok nagy mennyiségű foszfor-kreatin molekulát tárolnak, amelyeket gyorsan energiává lehet alakítani. Ennek az üzemanyagnak köszönhetően a gyors összehúzódású rostok négyszer gyorsabban reagálnak, mint a lomháb rokonaik. A nagy intenzitású edzés a csontokat is erősíti, és még csak Bruce Lee-nak sem kell lennünk. A kocogás, az ugrálás és a tánc is erősít, akár csak a lépcsőzés.
Rajt! Gyorsan! Gyorsabban, gyorsabban! A felfutás azonban csak a bemelegítés. Nagyon gyorsak. Így is lehet kondit fejleszteni. Gyorsabban! Kész! Rajt! Gyorsan! Gyorsabban! Teljes testtel előre! Gyorsan! Oké. Nem oké. Nagyon nem oké. Nem váltogatta a súlypontját. Ön is sokat lépcsőzött, mester. Minden reggel háromszor futok és ugrálok fel. Ez a gyakorlat fontos a lábak erősítéséhez, ezért többet kell gyakorolnia. A bemelegítés után jöhet a neheze. Most jön a békaügetés. Kész? Rajt! Most az egyik legfontosabb ízületet dolgoztatjuk meg. Az ilyen gyakorlatoknál egy igazán rendkívüli lengéscsillapítóra van szükségünk, amely segít elnyelni a földet éréskor ránk ható rezgést. Ez a lengéscsillapító a térdünk, amely 1 millió évnyi evolúció eredménye. A testünkben lévő 300 ízület közül a térd a legnagyobb. A térdünk képes a testsúlyunk 9-szeresének megfelelő erőt is elnyelni. A Led Zeppelin biztosan nem erről a lépcsőről írta a legnagyobb slágerét. Nem semmi edzés. Mindent a szórakozásért. Ez az utolsó napom a kínai Wudan-hegységben lévő Kung Fu Akadémián. Hamarosan bizonyítanom kell a mester előtt egy hagyományos botos gyakorlattal. Előbb azonban még meg kell mérkőznöm a 11 éves Shi-vel. Shi Yatang kihívott egy egyensúlyozós versenyre. Eddig minden egyes alkalommal legyőzött, így szerintem most sem lesz másképp. Jól van, mehet? Mehet. Right. A kung fu mesterek harc közben nem csak az erejükre hagyatkoznak. Sokszor kecsesen kikerülik a támadót, amíg be nem viszik a mindent eldöntő csapást. A fürge mozdulatokhoz azonban elengedhetetlen a tökéletes egyensúlyérzék kifejlesztése. Annyira furcsa, hogy szinte meg sem mozdul, csak állat, mint egy... Mehet! A tanulmányok kimutatták, hogy a harcművészeknek még a balettáncosoknál is fejlettebb lehet az egyensúlyérzékük. Ügyes! Olyan akár egy cölöp. Csak áll és nem kalimpál. Tökéletes egyensúly. Az időjárás ellenére az utolsó próbámra fent a hegyekben, Wudang egyik legnagyobb templomában kerül sor. Ijesztő. A mélység? Nem szereti? Egyszerre ironikus és megnyugtató, hogy még egy legendás kung fu mester is félhet valamitől. Az ellenfelem Hő Zöshi lesz, aki már egy évtizede tanul az akadémián. Ez a botos gyakorlat nem csak az erőmet teszi próbára, hanem a precizitásomat, a gyorsaságomat, a reakcióidőmet és az egyensúlyérzékemet is.
走。 A kungfuban nem jár plusz pont a bot ketté töréséért, de legalább látszik, hogy mennyire eltökélt vagyok. Azt hiszem, sikerült teljesítenem a gyakorlatot, de ezzel még nincs vége. A mester ugyanis folyamatosan figyelte a jellememet és az elkötelezettségemet az elmúlt két hétben. Ha. A mester nem beszél sokat, így fogalmam sincs, mi a véleménye. Thank you, master. Köszönet mindenért. Megtiszteltetés volt. Pokrecse. Szívesen. A gyakorlatokban még bőven van hová fejlődnie. Dolgozzon továbbra is keményen, és folytassa a tanulást. Azt hiszem, ez egyfajta jóváhagyást jelent, de a mesternél sosem lehet tudni. A kungfuról sokaknak az agresszív harc jut az eszükbe. Én azonban egy 3000 éves csodálatos életformát fedeztem fel, amely nem csak a testet, hanem az elmét is edzi. A legjobbakat kívánjuk! A kungfuban nincsenek győztesek vagy vesztesek. Arról szól, hogy felfedezzük a bennünk rejlő lehetőségeket, és hogy egészséges életet éljünk. Ezekért pedig megéri küzdeni. Közreműködött Harcsik Róbert, munkatársak Lerner Balázs, Tóth Gábor, Lajtai Erzsébet, Szabó Péter, Kerényi Kata. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.